Fogyatékkal élőket segítő kutyák képzése, hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. Csak két példa a 448 programból, amelyek a norvég alap civil finanszírozásából kaptak támogatást. Az elmúlt 4 évben 45 milliárd forint jutott Magyarországnak a norvég alaptól, nagy részének a felhasználásáról a kormány döntött. 4 milliárd forintot viszont egy a norvégok által kiválasztott civil szervezet osztott szét. Ezt a rendszert szeretné most megváltoztatni a kormány. Nyilatkozni ma senki nem akart a kormánytól. Írásban azt válaszolták, bele szeretnének szólni abba, hogy melyik civil szervezet osztja szét a civil alapforrásait. Úgy fogalmaztak, csak így tudnak felelősséget vállalni a támogatások megfelelő felhasználásáért és átláthatóságáért. Norvégia budapesti nagykövete híradónak azt mondta, a magyar kormány lényegében vétójogot szeretne a pénzosztás felügyelő szervezet kiválasztásában. A vita abban van, hogy hogyan választjuk ki a programot felügyelő szervezetet. Norvégia ugyanis ragaszkodik hozzá, hogy ez nyílt verseny legyen, és senkit ne lehessen ebből kizárni, mondta a nagykövet. Arról is beszélt, a kormány törvényjavaslata a külföldről támogatott civil szervezetek megkülönböztetésére szintén hatással lehet a norvég alap magyarországi jövőjére. A civil támogatás szétosztó alapítvány vezetője szerint a kormány célja a megbélyegzés. Ez egyértelműen diszkriminatív azokra a szervezetekre nézve, amelyek egyébként sikeresek abban, hogy külföldi forrásokat mozgósítsanak arra, hogy ezt Magyarországon a magyar emberek érdekében a közügyek előre mozdításáért felhasználják. A tét nem kicsi. Az eddigi 45 milliárd helyett ugyanis a következő időszakban már több mint 66 milliárd forint juthat Magyarországnak a norvég alapból. Olaf Berstad szerint, ha nem sikerül megegyezni a civil alap felügyeletéről, akkor a teljes összeg veszélybe kerülhet. Nem ez az első vita az ügyben a magyar és a norvég kormány között. 2014-ben a rendőrség, a kormányzati ellenőrzési hivatal és az adóhatóság is vizsgálta azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek civil támogatáshoz jutottak. De semmilyen törvénytelenséget nem találtak.